Sziasztok, én Kuri vagyok! Sziasztok, én Dév vagyok, és ebben a videóban szeretnénk nektek bemutatni temérdek mennyiségű GoPro kiegészítőt, mivel amelyekből mi is nagyon sokat, hát a 90%-et használjuk. A fontos része az a történetnek, hogyha az ember vesz egy GoPro-t, akkor elhiszi magáról, hogy majd akkor ő lesz egy ilyen nagy kameramen, és felveszi az action pillanatait, és biciklizés, és futás, és rallizás, meg minden egyéb, amit egy átlagos ember szokott csinálni. Csak ez nem teljesen így van. Kellenek alkatrészek. Igen, GoPro kiegészítők, igen. Amelyekből... Mert nem elég a szikszalag, hogy igen. Felrakjuk a falra, és akkor az, igen, hogy ott körbe, marad. Két oldalon ragasztóval úgyis meg lehet oldani, de ez egy kicsit leegyszerűsíti a dolgot. Ez praktikusabb, igen. Igen. Szóval van rengeteg féle fajta GoPro kiegészítő, tehát konkrétan bárhova, bármiért, bárhova fel lehet rakni. Tényleg nem létezik olyan, amit nem lehetne beszerezni. Még ide a homlokodra is igen, tökéletesen fel lehet ragasztani. És... vagy egyszerűbb egy fejpánttal, de az lényegtelen. Tehát a lényeg az, hogy ebből mi most a főbeket fogjuk nektek bemutatni, amelyeket mi is használunk, és nagyon jó, ha vannak. Akkor kezdjük mondjuk ezzel. Ebből egyből már kettő is van. Egyből kettő. Igen. Közben láthatok közeliket róluk, hogy ugyanis néznek ki ezek közelebbről, és láthatjátok majd bevágva azt is, hogy mi videózásaink közben hogyan használtuk föl. Bármi cső, ami hát végülis oda belefér, lehet az ropi, nagyon vagy, az kicsit. Tehát vagy lónak a lába, vagy mit tudom én, tehát bármi, ami ugye kerek. Tehát az ugye csak a ló annyira nem fogja megköszönni. Tehát ezt az egyiket lecsavarjátok. Azt kiveszitek. Igen, van itt nagyon okosan egy ilyen kis kivágás. Az oldalán. Nem kéne lejönnie? Vagy ez magától jön le? Milyen hosszú van ötven ebben? Igen. Mit most mit csinálod közben? Tehát a lényeg az, hogy az egyik oldalán van egy ilyen kis bevágás, így ezt a csavart ki lehet belőle venni. Így ezt ki tudjátok hajtani, berakjátok a csövet. Rá. Vagyis nem a csövet, mert az cső, azt gondolom. Igen, ezt rakjátok rá a cső. Vagy a lólábára. Ezt ide rárakjátok, meghúzzátok, és már tökéletesen rajta is van. Valamint van itten mindenféle ilyen kis pókica alkatrész, hogy így is lehessen dönteni, lehessen így is dönteni. Szóval végül is, hogyha a cső mindenhogy így lehet. Van, akkor be tudjátok állítani ugyanúgy, hogy álljon, hogyha így van, akkor is be tudjátok állítani, mindenhogy be tudjátok állítani, hogy megfelelően álljon, és ez a lényeg, mert hogy ugye hát minden bizonnyal vízszintesre szeretnétek beállítani, ezért kell ez feje a csukló eszköz. Hát igen. Ez pedig ugye a nagyobb csövekhez van, ami ugyanaz. Jelve ugyanaz. Következő kiegészítőnk egy fejpánt, ami eléggé... Jó, hogy ez megvan fel egy... Ruganyos, igen. Igen, egy picit... Hogy kell ezt felvenni? Hogy? Á, így. Most a hajam az kicsit szép lesz. Szerintem nagyon szexi. És akkor ide kell... Ez bele... Húzzátok, és innentől kezdve tudjátok állítani a dőlés szögét, hogyha a saját orrotokat szeretnétek menni, akkor így is lehet. De így felfele általában. Igen, be tudjátok állítani az, hogy milyen látóteret szeretnétek lefedni ezzel a kis fej kamerával, és ezzel nagyon szépen lehet vezetni egyébként a kamerát, nem rángatózik össze-vissza, mivel a nyak... Dehogy nem. Mivel a nyak szinte a világon megtalálható legpontosabb ilyen rezgés és legpontosabb mozgást. Hidd el, ha ilyet csinálnék, így is mozognak. Itt közben megint ez egy átlagos nyári nap videónkból láthattok egy bevágást, és egyébként még kiemelendő, hogy ennél nincsen méret különbség, tehát nincsen, hogy MS méret meg SS méret, itt csak is egy méret van, és ilyen kis tudtokkal lehet állítani a méretét, és eléggé szépen nyúlik is. A következő alanyunk egy nagyon egyszerű kis szerkezet, amely annál hasznosabb, mert ezt még nem használtuk videóba, viszont elsőnek, amikor megvettük a Hero 4-et, akkor mi családdal elmentünk Horvátországba, és hát ugye tenger, hát vízálló, hát egyből a halakat, mindent vegyük fel, és hát kicsúszott a kezemből, és csak ilyen kis egyszerű kis állványon, kis, hát ehhez hasonló kis fogantyúm volt rajta. És hogyha nem kapom el mesteri reflexeimnek hála,
akkor az úgy merül le. 300 métert merül le. Úgy merül le, hogy azt onnan már csak egy mélyvízi búvár hozza föl, szóval úgy beszartam. Szóval amennyire egyszerű ez a kis eszköz, annyira fontos, szóval ne menjetek el ilyen nélkül. Jó, hogyha még a kádba is szeretnétek bevinni, ezt mindenféleképpen tudom ajánlani, mert csúnya dolog, hogy elmerül 400 forintotok és végignézitek. Igen, látjátok. Ez így működik. Ez így működik. Nem merült le. Work. Tiszta víz. Tudom. A következő fegyverünk az a unikornis szarva, amit fel lehet így rakni ide. És akkor eljedheted magadra, hogy póni vagy. Így van. Sisakra való. Igen. Sisakra kell rá ragasztani. Imitálom. Van rajtam egy sisak. Ide rakjuk. Egy. És akkor tudod venni a pofádat. Amire senki sem kíváncsi. És ez egy ilyen kétoldalú ragasztós. Ami leesett. Cuccunk van, amit egyiket ide, másikat pedig hát nem rá a homlokodra, hanem a sisakra. És veszed az arcodat. Igen. Hát igen, igazán kiábrándító. Na, akkor most mondjuk vegyük ezt, ami az egyik legfontosabb nekünk, tehát amit már szerintem talán a legtöbbször használtunk ilyen videóknál, ez pedig egy ilyen tappancs, amit ugye üveghez, archoz nem igazán működik, de valami üvegfelülethez tudunk ugye hozzá tappancsolni. Ezt nagyon sok videóban használtunk, például oktatók rémálmai, drive camp, átlagos nyári nap. Hogyha nem lenne itt egy csuklópánt, akkor az így lenne. Nos hát ez szép kis dőlésszög a videónak, mert minden, de ez így nem jó. Viszont ebben van egy kis golyócska, amit bárhogy beállíthatunk. Na és akkor most már nem mozog, tehát ez így stabilan így áll, és mégis az meg így, tehát ez egy nagyon okos dolog. Ezt erre mi nagyon figyeltünk, és azóta nagyon is meg is hálálja nekünk, hogy már elég ilyet tud. Használtuk. Igen, és hogyha mondjuk oldalra szeretnéd felrakni mondjuk a kinti ablakra, mert egyébként nagyon-nagyon-nagyon keményen fogja az ablakot, már lehet teszteltük nagyobb sebességnél is, meg hasonlók. Tehát, hogyha oldalsó ablakra szeretnétek, akkor pedig így ki tudjátok idehúzni, itt is ugyanúgy, így meghúzzátok, és így van. És szépen be lehet állítani a vízszintbe. Valamint még az is egy nagyon jó dolog benne, hogy akár ennek a moduljaival lehet kombinálni, tehát ezt is így el lehet még fordítani, meg ilyenek. Mindegy, szóval lehet fordítani. Tisztára Lego feeling. Valamint még az is egy pozitívum, hogy itt a tetején ez egy egyszerű ilyen kamera menet. Így igazából bármilyen kamerát fel lehet akár oda rakni, akár DSLR-t, akár... Hát aminek ilyen kis csavaros menete van, az minden fel tudod menni, akár LCD-s kamera is. Következő, az legyen mondjuk ez a... Igen. Ez a polip. Ez nagyon komoly eszköz. Igen, amit... amiben bele kell bújni. Igen. És ez így fog állni rajtatok, mint egy kis... Igen. És Kodinak még a nagy hasárra is feszül, szóval... Ez pont így, jó méret. Ez pont jó méret. Ja, itt lehet így csatolni, nem tudom minek mondjuk, hogyha ugyanúgy belebújsz. Na mindegy. Ehhez szükséges még egy ilyen elalakú kis... talpazott. Talp, amit így meg kell fogni. A másik irányból. A másik irányból. Föntről így... Belecsúszhatni. Bele kell nyomni, és így... Voilà. Innentől kezdve már veszi a... az előttetek lévő utat, vagy éppen a lábujjatokat, hogyha azt szeretnétek. Hogyha így, az is tehát... Vagy fordítva az arcotokat. Ja. De funkciós. Még ezt se használtuk, viszont... Ez így elengedném? Ne. Az csípne. Még ezt se használtuk videókban, viszont most felvettünk egy kis jelentet, itt az udvarban láthatjátok, ahogy éppenséggel Kodi flangál vele, és... Olyan mint egyébként, mint hogyha fognám a kezembe, csak... Csak hassa. Csak van, csak szabad a kezem. Igen. Nem az, hogy... Túráknál nem rozolok. A következő tesztel anyunk legyen mondjuk ez a kis csöpség. Ez igazából egy nagyon egyszerű szerkezet. Van középen egy lefogató sín, kettő oldalt pedig egy ilyen kis... Be kell dugni a fületeket. kettő kis szí, amivel... Szí? Két kis szí? És hogyha van egy bicikliző sisakotok, akkor bizonyára tudjátok, hogy van, igen, most nincs, van kettő, hát ilyen kis borda itt fölül, ilyen három darab szellőzőnyílás, és ahhoz a kis bordát így át. Bele kell dugni. Így, bele. És akkor bele. És meghúzzátok. Fiat.
És kész. És ott van. És rá van rögzítve, és nem kell teleragaszgatnotok. Meg hanem, arra szerintem nem is ragad rá, mert ilyen rücskös a igen, teteje. Igen. A biciklisesokokra nem lehet, már próbáltuk, igen. Nincs rajta igen. Egyenes felület. Igen, már próbáltuk. Valamelyiken lehet, hogy van, de azon nincs, mert az ilyen... Igen, igen, annyira nem lehet. Meg igen. Ezzel meg főleg nem lehet rá, már próbáltuk. Ezzel még sima a sisakra se... Az arra is, igen, eléggé nehéz, valamelyikre lehet, valamelyikre nem, de ez megoldás erre, hogyha ilyen rücskös sisakotok van. Ja. A következő pedig legyen ez a másik tapadókorongos szerkezet. Erre is lehet pakolni mindenféle ilyen átalakítókat, hogy így meg úgy tudjátok mozgatni, amikor fel van ragasztva az ablakra, vagy igen, igazából bárhova. Elméletben ez egy kicsit is stabilabb, meg kevésebb mozgást eredményez, mint ez, bár szerintem mind a kettő ugyanazt a célt szolgálja, csak más kivitelezésbe, igen. Ezt még nem használtuk, viszont hát szerintem ugyanaz, hogyha piros. Piros, igen, piros, ez meg kék. Ja, teljesen jó. Van egy kisebb csomag, amiben ilyen... kétoldalú ragasztós cuccok találtok, ezek ugyebár hát az egyik az síkfelületre való, mint hogy azt láthatjátok a közelén, a másik pedig ívelt, az, köszönöm, de ívelt felületre való, ezt a kettőt ugyebár hát tudjátok cserélgetni, mind a kettőn szabvány GoPro fogató van, ez ugyebár hát csicsakokra, vagy autóra, csicsakokra, autó, de autókasznira, és még hát mindenhova horagad. Igen. Fejetekre is lehet, csak annál hamar le fog jönni. Megfáj. Valamint ehhez teljes mértékben hasonló dolog, egy ilyen kis fára hasonlító szerkezet, ami kis azt csápa. Célt szolgálja, hogyha mondjuk az autó oldalára szeretnéd felrakni, és hát akkor ugyebár hát így ebben az esetben, ha mondjuk így raknád oda, akkor így... Akkor lefele fog nézni, vagy felfele. Igen, lefele vagy felfele, viszont ezzel meg tudod oldani, hogy úgy fordigassad, ahogy csak te azt szeretnéd, és így elérd azt a megfelelő látás nézetet. Nézetet, igen. Nézetet. De ahogy, ha ez nem tetszik, akkor erről akár le lehet szedni, és akkor... Igen, szóval, hogyha van nektek meg lehet ilyen... Igen, ki lehet legózni, hogy igen, úgy ki lehet legózni. Mind, hogyha van több ilyen cuccod, akkor mindent meg lehet oldani, tényleg igen. Mindent. Az utolsó dolog, amit beszeretnék mutatni, az nem egy ilyen kis eszköz lenne, hanem egy kicsit nagyobb igen. dolog, amiben tudod tárolni igen. ezeket. Ami ez nagyon egy jó ilyen jön. Kis... ez egy ilyen kis táska, amiben belefér a GoPro-d, a... Tokja. A kiegészítők, akkor ide bele mondjuk a lencsetisztító, akármit itt ki lehet szedni, kis toltartónak is elvittetek az iskolába, ja. ahogy akarjátok. De a lényeg az, hogy nagyon praktikus, és igen, és még itt is tudjátok pakolgatni a kis cellákat, szóval ilyen kis igen. fugyfangos, szóval így ki lehet szedni, hogyha nem tetszik. Szóval, hogyha kevesebb vizet. Odébb rakni. Át tudjátok rendezni. Így van. Akár egy új szobárendezést is létre lehet benne hozni. Kis Minecraft. Ja, nagyon jó. Tehát, igen, ez egy ilyen kis masszív, kemény, hátulú. Nem igazán beázós dolog. Igen. Ez tudja, hogy nem fog beázni. Valamint nagyon-nagyon ajánlatos, mivel hát már nem egy cuccot hagytunk el. Megkeresünk a fűbe, meg ilyenek, szóval... Tehát érdemes mindent... Nagyon jó, hogyha minden egy helyen van, és igen. nem vesznek el a dolgok. És egyébként nagyon sok minden belefér. Bár lehet, hogy nem így kéne belerakni, hogy mert így nem fog beleférni semmi. A logisztika. De igen. Na és akkor a történetnek a végére is érkeztünk, bemutattunk mindent igazából, ami itt van előttünk. És amit úgy használunk. Amit úgy, igen, használni szoktunk majdnem mindig általában a forgatásoknál. Ezeket a Hama termékeket megtaláljátok a leírásban lévő linken, ott tudtok róluk bővebben olvasni, hogy mikre is jók, valamint meg tudjátok így megyére pontosan, hogy hol lehet ezeket megkapni. Na hát remélem tudtunk ezzel segíteni, és hogyha valamire nektek is szükségetek van, akkor megtaláljátok ezek alapján. Na hát köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok! Sziasztok!